levéltetőre vadászik. Mert itt ugye, ha megnézzük, minden van ám. A sorakozó hálekinkaticákat, levéltetveket és különböző rovarok nyomát mutatja Vörös Géza. Azt mondja, a szélsőséges időjárás az egyik fő oka a kártevők elszaporodásának. Elsősorban a tavaszi szárazságban azok a fajok, amelyek nagyon jól átteleltek, és szaporodásukhoz a száraz viszonyokat kedvelik, ezek szaporodtak el most nagyobb mértékben, így a poloskákra gondolok, olyan mindenevő, időnként ragadozó, időnként növényevő fajok, mint például a fülbemászók, amelyek szintén most a gyümölcsöket dézsmálják. A drótférgek kukoricában és napraforgóban okoznak kárt, a hangyák a fákat korhasztják el, mondja Vörös Géza. A Gabonatermesztők Országos Szövetségének előzetes becslése szerint a szélsőséges időjárás miatt a várt 5 millió tonna búza helyett akár 20%-kal is kevesebbet takaríthatnak be a gazdák. A csapadékos időjárás ráadásul a termelők költségeit is növelte. A gombafertőzések elleni védekezés, a permetezés ugyanis sok pénzbe kerül. Ez minden termést megdrágít, így a zöldségek egy gyümölcsöt is, sőt még az élelmiszer árára is kihathat. Ez biztos, hogy egyre drágábbak lesznek, mert nem találják meg a gyümölcsök sem már az élet feltételeiket. Annyira meleg van, és annyira száraz az idő időnként, hogy ezt csak állandó öntözéssel biztosíthatjuk, de még azt se tudjuk, mert a páratartalmat nagyon nehéz előállítani oly módon, ami a növény számára megfelelő. Most ez a füllett meleg, ez éppen jó, de hát nem ez volt a jellemző, ugye tavasszal. Ez kihívás elé állítja a talaj- és növényvédelmet. A kártevők ellen nincsen hatékony fegyver, mondja Vörös Géza. Az Európai Unió által engedélyezett vegyszerekkel pedig nem mindig tudják kiirtani a kártevőket. A védekezésre egyre kevesebb lehetőségük van. Az agrotechnikai, biológiai módszerek előtérbe helyezésével lehet valamilyen esély a védekezésre, véli a szakembert.